Mikor a kabbalisták a szeretet fogalmát akarják nekünk elmagyarázni, a halak iránti szeretetet hozzák példának. Szeretni a halakat egyet jelent azzal, hogy megesszük a halat. Egy szóval használni őket, és nem több ennél. Halként élni annyit jelent, hogy megelégszel azzal, amit van. Látjuk, hogy ez az élet milyennyire a létfenntartásról szól, egész egyszerűen arról, hogy egyen, és hogy mint egy félig alvó állapotban legyen, és hogy így éljen, no meg, hogy a természet belső nyomására szaporodjon, azonban nem több ennél. És mi ugyancsak, ugyanígy kell, hogy viszonyuljunk az egész életünkhöz, mert valóban az az ember, aki a kétségbeeséshez sodródik ezen egész világ miatt, és már nem leli, nem érzi az ízeket ebben a világban, kezdi feltárni, hogy a viszonya eme világ egészéhez és az emberekhez és mindenkihez pusztán egyfajta halszeretet, amely viszont nem képes kielégíteni őt. Azonban létezik valami más ezen túlra, ahol igen, úgy tűnik, ott található a valódi szeretet. És akkor valóban a szíve bensőjéből kezdi feltárni, hogy van valami ezen a világon túlra, amely vonza őt, ahonnan kielégülést nyerhet, ahonnan aztán nagy erővel és nagy intenzitással valamilyen határtalan helyen kitör a szeretetérzése, és akkor az megragadja az embert. Olyanképp, hogy ebben a végső szeretetben, ahol is eljut a fejlődésének a végső állapotához, amit a szeretet szintjének nevezünk, akkor ezzel mintegy magába emeli az egész világot, a mozdulatlan ásványi anyagokat, növényeket és állatokat, az összes embert, az összes lelket. És ezzel kezdi megérteni, hogy az, hogy a másik embertárs szeretetéből eljut a teremtő megismeréséhez, ez képezi a fejlődésének az utolsó szintjét, és tulajdonképp ez az, ami vonz bennünket a keresésünk során ebben a világban. Mikor is az egész keresésünk és a frusztrációnk, gondolataink, még ha azoknak nem is vagyunk tudatában, csak is erről az ember és teremtő közötti szeretetről szól. És amikor a halakra tekintünk, vagy más állatokra, meg kell, hogy értsük, hogy egyelőre mi valóban hozzájuk hasonlóan érzünk, és mi is ezen a szinten vagyunk. Ám lassan-lassan az utóbbi időkben végre kezd feltárulkozni az emberiségben a hiányérzet arra, hogy eljussék a teremtő szintjére, a végtelen, tökéletes szeretet szintjére, ahogy ezt mi nevezzük.